Köszöntöm a Sopron televízió nézőit. A 2016-os esztendőt a WHO a diabétesz nemzetközi évének nyilvánította, ezért kértük a stúdióba a Soproni Cukorbetegek Egyesülete elnökét, Nagy Andrásnét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm, hogy eljöhettem. Kedves elnökasszony, ha a cukorbetegségről beszélünk, akkor ugye azt mondjuk, illetve nem mi, hanem a szakemberek, hogy a világ egyik leggyakoribb anyagcserebetegsége. Ez mennyire érződik itt Sopronban? Számszaki adatot Sopronról nem tudok, mert ez nem publikus, de elgondolásunk szerint és a gyakoriság szerint minden tizedik ember cukorbeteg lehet. Kétfajta van, van, aki tudja, meg van, aki nem tudja. Mert tulajdonképpen ez a betegség olyan 10-15 évig lappang a szervezetbe, mindenféle jel nélkül. Csak vérellenőrzés alapján, tehát labor eredmény alapján lehet megtudni, hogy már dolgozik a szervezetbe. Ugye önök 2005-ben alapították az Egyesületet. Milyen céllal? Hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum. Az írások szerint 1992-ben már alakult Sopronba Cukorbeteg Egyesület. Valami oknál fogva egy darabig dolgozott, és utána megszűnt. Egy darabig én klubként működtettem a kis elődünket, és ahogy változtak a gazdasági körülmények, jobbnak láttuk, hogy ha egyesületbe tömörülünk, hisz a juttatások, a jogosítványok sokkal nyíltabbak, pályázatok és egyéb 1% szerzése, mert tulajdonképpen az egyesület a tagdíjból és a pályázatokból tud létezni. Gazdasági tevékenységet nem végzünk. Kik a tagjai az egyesületnek? Az egyesületnek Sopron területéről van, 74 fő van, aki belépett tag évek hosszú sora óta. Járnak, Kapuváron is van egy kis klubunk, ahol 24 fő van, de vidékről is van egy néhány 4-5 fő, aki megtisztel bennünket. A tudásvágy hozza ide a vonattal vagy a busszal. Mi a jellemző, hogy a betegek jelentkeznek, vagy a betegek vannak tagként, vagy a családtagok is, hiszen vannak más típusú egyesületek, más betegségekre, és ők is nagyon fontosnak tartják azt, hogy a családtagok is részesei legyenek ennek a közösségnek, mert azért az együttélés, a betegséggel való együttélés nem csak kimondottan a beteget érint. Igen, valóban így van. Zömében a cukorbetegek tagok, de vannak családtagok is. Van olyan cukorbeteg tagom, akinek a férje volt cukorbeteg, ő elhalálozott, de továbbra is a feleség jön közénk. Jól érzi magát, másfajta betegségekkel rendelkezik, de az egyesületben lévő hangulat, a programok, az ott lévő emberek oldják az ő depresszióját, amivel esetleg otthon lenne. Mi tud tenni az egyesület a betegség megelőzése, gyógyítása, vagy éppen a rehabilitáció területén? Azt tudom elmondani önnek, hogy a cukorbetegség gyógyászat, tehát a kórházi vagy a rendelőintézeti közreműködés a 100%-ból 20%. 80%-a a kezelésnek a betegen múlik. Tehát ezért nagyon fontos, hogy oktassuk az ismereteket, állandóan felfrissítsük, és egymás között, ami a legnagyobb, hogy egymásnak átadjuk a tudásanyagunkat. Van olyan cukorbetegem, aki 52 éve vagy 50 éve cukorbeteg. Ugye a betegek és családjuk helyes életmód kialakításában való közreműködést is célul tűzték ki. Ezt hogyan tudják megoldani? Hát beszélgetünk róla, programokat szervezünk, elmegyünk kirándulni. Most szombaton voltunk Budapesten, és ott hallottam a másik egyesületektől, hogy sétákat indítanak. Tehát meghirdetjük, hogy 9 órakor valahol találkozunk, jöhet a család, gyerek, mindenki, megmérjük a cukrot induláskor, és amikor elérünk a 1,5-2 órás séta után, hogy mennyire változott a cukor, de útközben nem szabad semmit se fogyasztani. Ezt arra használjuk fel, mert van 5
dolog, amit egy cukorbetegnek nagyon fontos betartani. Egyrészt felfedezik a cukorbetegséget, ezt az orvos megállapítja. Másodszorban az önellenőrzés, tehát minden nap meg kell nézni a cukrát, akár tablettás, akár inzulinos. Együtt kell működni a kezelő orvossal, a diéta és a mozgás. A fél óra napi, a fél órai séta, nem a helybenjárás, hanem egy intenzív fél órai séta csodákra képes a cukorháztartásnak a helyre tevésébe. Mindenki attól retten meg többek között, amikor cukorbeteg lesz, hogy jaj Istenem, most akkor hogyan tovább, és itt főleg az étkezés területén. De azt gondolom, hogy ma már azért szinte minden a rendelkezésre áll ahhoz, hogy finoman, de mégis egészségesen étkezzen. Igen, ebben az első traumában van szüksége a cukorbeteg jelöltnek az egyesületre. Mert volt olyan, hogy jött, jaj, vége az életemnek, mi lesz most? Nincs vége. Itt vagyunk mi, ezért is beszélek róla, hogy bátran keressen meg bárki, akinek ilyen gondja van. Nem kell ahhoz tagnak lenni. Étkezési tanár, mindenképpen a kórházban dietetikus szolgálat is működik. Ott is lehet egyére szabott diétát kérni, be kell jelentkezni, és akkor fogadják. De ha még többször, mert ezt egy alkalommal nem lehet megtanulni, többször eljön hozzánk, mindig minden foglalkozáson megkérdezem, hogy van-e valakinek gondja vagy problémája, mibe segítsünk. Mert ezt csak úgy tudjuk megbeszélni, hogy közösen, és még egyet szeretnék. Mindent ehetünk, mindent, de módjával. Mert azt mondták, hogy szőlőt nem szabad, de szőlőt is szabad. Azt az 5 szemet, ami a markomba belefér. És mi az, ami még lényeges az étkezés szempontjából? Mindenképpen a szénhidrát bevitelre, tehát a fehér, pékáru, tiltva, az nem, nem. A fehér liszt, a cukor mindenképpen tiltva van, a különböző édesítőszerekkel lehet a megfelelő édesítő hatást elérni kávéba, teába. Inkább a teljes kiörlésű pékáru az ajánlott, és a barna. De a barnánál is, a barna kenyérnél nagyon vigyázni kell, mert vannak olyan pékségek, ahol melasszal színezik a barna kenyeret, és az pedig édes. Itt jön megint, amire a beszélgetésünk elején már utaltunk, hogy a család. Tehát, hogy van a családban egy cukorbeteg, és valahogy az étkezést a családnak együtt kellene, közösen kellene megoldani, és olyan módon például főzni, sütni, hogy ne érezze a beteg azt, hogy számára, vagy az ő léte egy teher, hogy mindig külön kell süteményt csinálni neki, vagy külön kell valamilyen ételt csinálni. Megoldható ez a probléma? Megoldható, igen. Megoldható oly módon, hogy például, ha rántott hús készül a családnak, nekünk külön nem kell bepanírozni, hanem hirtelen megsütjük a csirke mellett, vagy azt a szelet húst. Nem egy olyan macerás dolog az. Tehát, de egyébként a család se veszi észre, hogyha csökkentjük például krumpipürét, szabad krumpipürét nekünk is, csak egy kisebb mennyiséget, és zöld körettel kell lefogni, hogy ne szívódjon olyan gyorsan föl. A család eheti a krumpipürét, és nagyon sok helyen a petrezselyem zöldjét szoktuk használni, mert az is fékezi a szénhidrátnak a felszívódását. Mindezekről gondolom, hogy az egyesület megfelelő programokon, délutánokon, esteken tart részletes előadásokat. Hol találhatók meg önök ilyen tekintetben? Mi minden hónap utolsó csütörtökén a Virágos Kert utca 7-be, a buszpályaudvartól a van egy középiskolai kollégium, és annak az aulájába jövünk össze. Mondhatom, hogy a 30-35 fő az jelen van minden alkalommal. Próbálunk orvosi előadásokat, dietetikust. Most például egy ortopéd cipőgyártó cég tisztel meg bennünket, és mutatja be az új termékeit. Ugye az egyesület tagsága azt is jelenti, hogy támogatják az egyesület munkáját, hiszen, ahogy említette, önök non-profit módon működnek. Várnak-e, vagy fogadnak-e új tagokat, és kiket fogadnának? Igen, én
nagy figyelemmel vagyok mindig a kezdésnél, és ha valaki új arcot látok, akkor oda megyek hozzá, kezet fogok, vele is köszöntöm, és arra kérem, hogy maradjon itt, hallgassa végig, hogy milyen program van, és hogyha tetszik neki, akkor jövő alkalommal is jöjjön el, és akkor aki a jegyzők vagy a jelenléti ívet aláíratja, ott lehet belépési nyilatkozatot kérni. Említette a pályázatokat is, és azt gondolom, hogy egy sikeres pályázat az mindig elismerése az egyesületnek, és ráadásul most egy olyan pályázatot nyertek el, amely országos cukorbeteg találkozó megrendezésére hatalmazta fel önöket. Hogyan sikerült ez, és hogyan készülnek erre a találkozóra? Erre a találkozóra már régóta vágytam. 10 évvel ezelőtt, amikor elvállaltam, vagy hát megalkottam ezt az egyesületet, minden célom a köré csoportosult, hogy egyszer Sopronba egy világnapot szervezzek. Ez egy országos rendezvény, ahol úgy körülbelül 800 résztvevőre számítunk, az ország minden részéből. Tavaly Székesfehérváron volt ez az összejövetel, és ott egy tudáspróbán tettek a tagjaink tanúbizonyságot, és első helyet értük el. Tehát a Vándor Serleget elhozhattuk, és ez jogosított fel arra, hogy a november 19-én itt a városban ezt megszervezzük. Nagyon jó érzést tölt el, mert a fővédnökséget a polgármester úr örömmel elfogadta, és támogat mindenbe. A kórház főigazgató főorvosa is a másik támogatóm, és vannak a gyógyszergyártó cégek, akik nagyobb összegeket, tehát pályázatot kell beadnom, mit szeretnék, hogyan, és akkor ők anyagilag is támogatják. Hogyan kell elképzelni egy ilyen találkozót, hogy a külső szemlélő számára is nyitott-e? Igen, igen, nyitott, sőt, invitálok mindenkit, mert a Wörthwag cég biztosítja a szűrőkamiont, ami 18 méter hosszú, 130 embert teljes egészébe át tud vizsgálni a program alatt. Reggel 9 órakor találkozunk, akik messzebbről jönnek, mondjuk Szegedről, Sátoralja Újhelyről, ők már pénteken megérkeznek, elszállásoljuk őket. A kollégiumi szálláshely a kisebb csoportokat panziókba vagy szállodába, utána 9-től 10-ig van a regisztráció, ott bejelentkeznek, és akkor a nagy terembe lesz az előadás, ahol 5 orvosi előadást tervezek, akkor ebédet adunk, még ez nem megoldott, még keresem a láncszemet, és akkor délután pedig egy kis kulturális programba én a zeneiskolára koncentrálok, mert én is nagymama vagyok, és azt hiszem megdobogtatja a szívemet, amikor 20 gitáros kis tanuló a színpadon lesz, vagy éppen hegedűvel, vagy fuvolával. Kedves elnök asszony, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, sok sikert kívánok önöknek, és azt gondolom, hogy még majd mielőtt lesz ez a nap, akkor mindenképpen találkozunk, hogy a részletekről még beszélgethessünk. Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, én mára megköszönöm a figyelmüket, búcsúzom, a viszontlátásra.